A Felső Tisza Vidéki Vadgazdák Szövetségének elnökségi ülésén Támba Miklós elnökségi tag tájékoztatta a résztvevőket a várhatóan jövő évtől életbe lépő törvényi változásokról. A rendezvényen a jogszabályt ismertetve kiemelte, a vadászati jog a továbbiakban is a földtulajdontól elválaszthatatlan vagyonértékű jog lesz. A kormány megtárgyalta a héten az új vadászati törvényt, a törvényjavaslatot a miniszter beterjesztette az országgyűlés elé, és ez az országgyűlés honlapjánál is érhető ez a javaslat. Ugye a egyik főpontja a tájegységi fővadász, a másik főpontja a vadkár megelőzés és a vadkárnak a rendezése, az együttműködésnek a törvény általi szabályozása, és egyéb olyan finomítások, amelyek az elmúlt húsz év alatt Javításra szorulnak, és ezeket egy új törvénymódosításban van összefoglalva, és remélhetőleg az országgyűlés még ebben az évben elfogadja, és március 1-től hatályba lép. A megújuló vadász törvény egyik új eleme a vadászterületek kialakítása, amely a korábbi tíz év helyett húsz évre szól majd. Ez azt jelenti, hogy a földtulajdonosoknak van joguk vadászterületet kijelölni és azt használni vagy bérbeadni. Támba Miklós elmondta, a szabolcs már bereg megyei területeken jellemző, hogy egyre inkább hagyják a vadgazdák megöregedni az egyedeket, így az idei trófea mustrán kiemelkedő példányokat tudtak bemutatni. Ez volt a Felső Tisza vidéki vadgazdák szövetségének az ötödik trófea mustrája. Tíz vadászatra jogosult, 71 gimbika trófeát és 51 dámbika trófeát hozott bemutatásra. Ez a rendezvény arról szólt, hogy a büszkeségünket, a megyének a gim és a dám trófeáit mutassuk meg egymásnak, beszéljünk az elejtés körülményeiről, arról, hogy ezek a trófeák milyen értéket képviselnek, illetve mekkora kincs az, amely ránk van bízva. A mustra legszebb trófeája egy több mint 12 kg-os példányé volt, amely országosan is kimagasló súlyú és közel 4 millió forint értékű.